Felújított nővérszálló. A Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő nővérszállóját mintegy 126 millió forintból korszerűsítették. Nevelőszülőket toboroztak Nyíregyházán, jelenleg mintegy 23 ezer fiatal van a gyermekvédelem rendszerében, közülük mintegy 15 ezeren élnek nevelőszülőknél. Szent László emlékezete két napos műhely munka keretében mutatják be nagy királyunkat, aki összekötötte a közép-európai népeket. Felújították a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő nővérszállóját. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rendkívül időszerű fejlesztések a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság által megítélt több mint 126 millió forintos összegből valósultak meg, melyből hőtechnikai felújításokat végeztek az épületen. Ez az egyik abból a három háztömbből, melyet a Fehérgyarmati Kórházzal egy időben még 1963-ban adtak át, és az azóta eltelt több mint fél évszázadot követően még csak most értek el a felújításáig. Ennek keretében javították az épületek elavult hőtechnikai adottságát, lecserélték a külső szigetelést, valamint új külső nyílászárókat is beépítettek. Távlati cél továbbá, hogy a fűtést is korszerűsíteni tudják. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a épületek is külön leválasztva, individuálisan, egyedileg lennének energiával ellátva, mérhető energiával ellátva. Ez azt jelenteni, hogy itt a kórházi központi energiaellátóból a három épület, tehát a három fölújított épület, illetve itt mellettünk lévő volt nővérszálló épületének is külön szeretnénk leválasztani a energiaellátási rendszerét, majd ezt követően később a lakásokba is szeretnénk, hogy valaki, tehát ezzel szeretnénk azt segíteni, hogy a bent lakó minél kevesebbet, annyit fizessen, amennyit fűt tulajdonképpen. Most ehhez hát azért több tízmillió forintos beruházásra van szükségünk. Erre sajnos az intézményünknek nincsen forrása, éppen ezért említettem én a beszédemről, hogy örültem, hogy itt van Tégi képviselő, itt van polgármester, hogy közösen próbáljunk meg bizonyos forrásokat ezt biztosítani, akkor ezzel még komfortosabb, még jobbá tudjuk tenni az itt lakóknak a dolgait, nem beszélve arról, hogy a rezsiköltségeiket jelentősen tudjuk csökkenteni, tehát ez lenne a távlati célunk. A szolgálati lakások szerepe a szakemberek helyben tartása miatt is rendkívül jelentős, hiszen a távolabbi településekről gyakran határon túlról érkező orvosok és szakdolgozók számára biztos pontot jelentenek a munkahelyük közvetlen közelében. Jó úton járunk, amikor olyan ingatlanokba fektetünk be, amelyek az itt dolgozó orvosok, szakdolgozók lakhatási körülményeit javítják, hiszen ma az egészségügy területén érzékelhető, hogy szakemberhiány van, nem csak orvos, hanem szakdolgozói hiány is, és ennek elsősorban a gátja a lakhatási körülmények is voltak. Természetesen sok más összetevője mellett. Én úgy gondolom, hogy egy olyan intézményen tudtunk segíteni ezzel a beruházással, amely kiemelkedően fontos számunkra. Péter Csaba polgármester azt is elmondta, hogy jelenleg nagy gondot jelent a kórház közvetlen közelében a parkolás, de a Zöldváros program keretében az önkormányzat saját erőből egy parkolót is fog építetni, amit még az idén át szeretnének adni. A nővérszállón három háztömbben összesen 24 lakás áll rendelkezésre, méretüket tekintve a minigarzontól a háromszobás lakásig. Az energiahatékonysági felújítás épületenként évi 1,5 millió forintos megtakarítást eredményez az intézmény és a lakók számára. Van még feladat, hiszen a belső fűtésrendszert is korszerűsíteni kell, de nyilván ez a külső szigetelés és a nyílászáró csere azért jelentősen javítja az itt élő orvosok komfortérzetét is, ami azért különösen fontos, hiszen a legkeletibb kórház területén vagyunk. Amúgy is nagy az orvos hiány az országban, pláne ott, ami még Nyíregyházától is egy 80-90 kilométer távolságra van, és ilyenkor nem tehet mást egy városvezetés, egy országgyűlési képviselő, mint sem, hogy megpróbálja valami plusszal, valami extrával a fizetésen túl ide csalogatni a orvosokat, és azért úgy gondoljuk közösen, hogy erre jó lehetőség a szolgálati lakás.
A 2018. augusztusában induló felújítási munkálatok, illetve energetikai fejlesztések megfelelő infrastrukturális feltételeket teremtettek, így jelentős energiamegtakarítást eredményeznek az intézmény számára. A fejlesztések a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság által megítélt több mint 126 millió forintból valósulhattak meg. Nevelőszülő toborzó rendezvényt tartottak kedden a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán. Az esemény egy országos program részeként valósult meg, amelynek lényege, hogy a nevelőszülők, a gyermekvédelemben dolgozók, valamint az érintett gyermekek is elmondhassák a tapasztalataikat. Különböző korú gyerekekkel és nevelőszüleikkel telt meg a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának díszterme kedden délután. Azon kívül, hogy tapasztalatot cseréltek egymással, a szervezők célja az volt, hogy olyanok figyelmét is felhívják erre a hivatásra, akik még csak gondolkodnak azon, hogy nevelőszülőkké váljanak. Véleményünk szerint a legfontosabb az, hogy a lehető legtöbb gyerek, aki gyermekvédelmi gondoskodásba kerül, az a nevelőszülőknél helyezkedjen el. Nevelőszülőkhöz tudjuk elhelyezni, amiért egy családias környezetet tudnak teremteni, gyakorlatilag tudják pótolni azt a családot, ahonnan éppen kiemelésre kerültek. A nevelőszülőség nagyon fontos, egy olyan hivatás, ami mostanában felértékelődik. A Befogadnak országos toborzó kampány tavaly ősszel indult a nevelőszülői hálózat erősítése és fenntartása érdekében. A kormány célja, hogy kihozzák a gyermekvédelmet az ügyintézés keretei közül. Láthatóvá tegyék, emellett köszönetet mondjanak a hivatást választóknak az ilyen eseményeken. Annak, hogy valaki nevelőszülő legyen, nem csak objektív feltételei vannak, mondta a rendezvényen Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha valaki ebben gondolkozik, akkor tudja azt elfogadni, hogy egy gyermek átmenetileg az övé, átmenetileg neveli, ha szabad így fogalmazni, hiszen majd vissza kell nevelni a saját családjába, a vérszerinti családba vagy örökbe fogadják. Ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen, 2014 óta foglalkoztatási jogviszony párosul, tehát van egyfajta pénzügyi támogatás. Jövő év január 1-től bevezetésre kerül a nevelőszülői gyed, tehát a nevelt gyermek után is jár majd a gyed. Azt gondolom, hogy ezek olyan fontos pénzügyi támogatások, amelyek könnyítik azt, hogy valóban a gyermekkel lehessen foglalkozni. Idehaza jelenleg 23 ezer fiatal van a gyermekvédelem rendszerében. Közülük mintegy 15 ezeren élnek nevelőszülőknél, a többiek intézményekben vannak elhelyezve. A megyében pedig a 3100 feletti gondozásba vett gyermek közül több mint 2100-an laknak nevelőszülőnél. Ez a nő már 12 éve gyakorolja ezt a hivatást. A gyerekek iránti nagy szeretete késztette arra, hogy nevelőszülővé váljon. Szerintem a gyermek a nevelőszülőtől a szocializációt főleg, mert ezek a gyerekek, amikor bekerülnek egy nevelő családba, rendszerint azért nagyon-nagyon alulszocializáltak. Nagyon kevés ismeretanyaggal rendelkeznek, hogyha már nagyobbakról beszélünk. Nekem voltak olyan gyerekeim, egy hármas testvérpár, aki iskolás volt, de mind írni, olvasni szinte semmit nem tudtak. Ezekkel rengeteget kell foglalkozni, akkor meg kell tanítani őket a köznapi dolgokra. Lehet, hogy érdekes, de még arra is, hogy a hét napjaira mondjuk egy akár nagyobb gyereket is, de a napi rutin feladatokra is. Tehát mindenre, amit a saját gyerekektől pici korától kezdve tanítunk, nekik lehet, hogy 7-8 éves korába kell elkezdeni tanítani, ahogy hozzánk kerülnek. Az eseményen előadást tartó nevelőszülők azt hangsúlyozták, hogy nem csak a nevelt gyermekek tanulhatnak tőlük, hanem fordítva is. Például azt, hogy mennyire összetartanak, mennyi szeretet és jóság, nyitottság és befogadó készség van bennük. Kétnapos műhely munka kezdődött Mária Pócson, Szent Lászlóhoz kapcsolódóan. Az esemény egy programsorozat része, melyet azért hirdettek meg, hogy egy olyan szemét állítsanak a középpontba, aki összeköti a kelet-európai népeket, és akitől tanulnia lehet a ma emberének is. Egyházi események kapcsán hallunk a legtöbbször Mária Pócsról. A szerdán kezdődött műhelymunka is kapcsolódik ehhez a témához. Az ugyanis az Örökség, ami összeköt, Szent László emlékezetek Közép-Európában című program keretében valósult meg, a Hieroteosz Egyesület és a megyei önkormányzat szervezésében. Sesszák Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a rendezvényen kiemelte,
A cél, hogy a Szent László által fémjelzett kulturális örökségre hívják fel a figyelmet a Kárpát-medencében, hiszen nem csak hazánk, hanem az egész térség fontos történelmi alakjáról van szó. Nem csak a magyar nemzeti közösségre gondolunk az ő öröksége folytán, hanem akár a lengyel szára is gondolhatunk, hiszen lengyel anyától született. Közép-európai jelenség volt ő a középkorban, egy nagyszerű példakép, és azt üzenheti a ma emberének is az ő alakja, az ő történelmi nagysága, hogy mennyi minden kulturális kapocs köti össze a közép-európai népeket, a magyarságot a Kárpát-medencében. Kitekintettünk ennek a programnak a keretében Székelyföldre, Felvidékre, Kárpátaljára, sőt Délvidékre is. Kutatásokat végzünk, kiadvány jelenik meg a programban, workshopokat rendezünk, konferenciát tartunk. Mindezt azzal a célra, hogy erre az örökségre felhívjuk a figyelmet. Mint mondta, ez turisztikai fejlesztéseket is generálhat, és az épített örökségre is ráirányíthatja a figyelmet a térségben. A megnyitón elhangzott Szent László egy olyan alakja a magyar történelemnek, akire állami és egyházi vezetőként egyaránt felnézhetünk. Úgy gondolom, hogy minden jó szándékú ember igyekszik a múlt nagyjaitól tanulni, és a mai rendezvény is elsősorban erről szól, hogy azokat az értékes mozzanatokat Szent Lászlónak az életéből, munkájából hogyan tudjuk mi mindannyian a magunk életében megvalósítani, megélni. A kétnapos eseményen előadások és kerekasztal beszélgetések követik egymást. Az egyik előadó például a Szent László hagyománnyal, legendákkal, ábrázolásokkal kapcsolatos kutatás eredményeiről számolt be. A programban a fölkérés arra szólt, hogy elsősorban felvidéki témák, települések felé bővítsük a programot. Volt egyfajta erdélyi túlsúly, tehát néhány felvidéki templom Szent Lászlóval kapcsolatos ábrázolásait ismertetem. Többek között az egyik egy szepességi, nagyon fontosnak ítélt templom, amelyik a kevésbé ismert csehszlovákiai falu rombolás keretében elpusztult Varsói szerződés gyakorlóterét csinálták a faluból, kitelepítették a lakosságot és a templomot felrobbantották. Egy nagyon fontos Szent László ábrázolás volt ott. A program keretében megpróbáltuk kinyomozni, begyűjteni azokat a dokumentumokat, fényképeket, leírásokat, amelyek ennek a templomnak a Szent László ciklusát ábrázolták, és ennek kapcsán egyfajta nekrológ rekonstrukció egy elpusztult Szent László emlék kapcsán. Hozzátette, az ország minden részén születtek ilyen ábrázolások. Az egyik legfrissebb lelet a marosvásárhelyi református templomban került napvilágra. Az eredményeket egy tanulmánykötetben foglalják majd össze. 50 helyszínen mérik a gyorshajtókat a 24 órás Speed Maratonon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szerdán és csütörtökön minden komplex közlekedési ellenőrzési pontot használnak a rendőrök, és azokon a helyeken állítanak fel trafipaxot, amelyeket a lakosság is javasolt. A Speed Maratonra azért van ismét szükség, mert tavaly tovább nőtt a közúti balesetek, és a halálos közúti balesetek száma az előző évek adataihoz képest. Trafi várta reggel 8 órától 10 óráig a Vescsik-Vilmos utcán közlekedőket Nyíregyháza és Nyírszülős között. Bár 60 km per óra a sebességkorlát ezen a szakaszon, itt is jellemző, hogy gyorsabban hajtanak a sofőrök. Az Országos Rendőrfőkapitányság idén is csatlakozott az európai szintű 24 órás sebességmérő akcióhoz. Ennek kiemelt oka, hogy a sebesség túllépés az egyik leggyakoribb baleseti ok ma hazánkban is. A rendőrség munkáját az állampolgárok is segíthették. Egy direkt erre a célra szánt e-mail címre küldhettek helyszíntippeket, ahol szerintük érdemes használni a trafipaxot. Évről évre egyre több javaslat érkezik a rendőrökhöz. Ezek közül mindegyiket megvizsgálják, és összehasonlítják a gyakori baleseti helyszínekkel és adatokkal. Vajtó Levente közlekedés rendészeti osztályvezető helyettes kiemelte, hogyha a Speed Maratonra most nem is került be valaki javaslata, a jövőben beilleszthetik a sebességmérési tervbe. Van, hogy egyezik egyébként a balesetveszélyes útszakaszokra, azonban sok javaslat érkezett ugye a lakókörnyezetükből az állampolgároknak, ugye ahol laknak, pihennek, a szabadidejüket töltik el, ott kifejezetten hatványozottan zavarja őket maga, hogyha gyorsan mennek a járművezetők. Ezeket a javaslatokat is megvizsgáljuk, mint mondtam, bekerülhetnek később a sebességmérési tervbe.
A 24 órás speedmaraton szerdán reggel 6-kor indult, az utolsó helyszínen, Nyíregyházán a Nyírszülősi út 70 szám alatt. Április 4-én csütörtökön 18 órakor fejezik be a sebességmérést. A megyében összesen 50 helyszínen trafiznak a rendőrök ez idő alatt. A pontos időpontot és útszakaszokat bárki megnézheti a rendőrség honlapján. A magyar válogatottban 28 alkalommal öltött magára címeres meszt Rudolf Gergely, aki Nyíregyházán ismerkedett meg a labdarúgással. 14 évesen a franciaországi Nancy labdarúgó akadémiára került, majd évekig játszott külföldön. Tavaly fejezte be profi pályafutását. A Rudinak becézett játékos volt a vendégek kedden a Bencsvillának. A Több szemköz című esteken eddig javarész zenészekkel, színészekkel beszélgetett Kovács Dénes. Ez alkalommal azonban egy sportolói volt a főszerep. A Nyíregyházi sportiskolában nevelkedett Rudolf Gergely, aki Franciaországban vált profi játékossá. A beszélgetésen a közönséget számos titokba beavatta, többek között azt is elmesélte, hogyan szerettette meg vele édesapja a focit. Ők úgy emlékeznek vissza, hogy még szinte járni se tudtam, de már fociztam. Nagyon korán elkezdtem focizni, és amint elsős lettem, azt hiszem, onnantól kezdve pedig bár csapatban is játszottam első edzőmnél, akire nagyon szívesen emlékszek vissza, Hajdú Józsi bácsira. Nála kezdtem el a rendes klubfutballt. A válogatott focista mesélt arról is a közönségnek, hogy a szokásokkal ellentétben ő hátvédként kezdte, később került a csatássorba a csapatban. 6 évet töltött a Francia Foci Akadémián, így jól ismeri az ottani viszonyokat. Többek között szenegáli, kameruni, algériai fiúkkal tanult együtt, és mivel nagyon sokan szeretnének bejutni az akadémiára, az edzéseken élethalál küzdelem folyik. Úgy véli, összetett képzést kapott ott, és megtanulta a foci iránti tiszteletet is. 8 évig élt Franciaországban, ebből 5 évig profi csapatban játszott. 22 évesen jött haza Magyarországra, a debreceni Lokiban folytatta pályáját. Az egész karrieremet úgy, ahogy van, szeretem. Nyilván voltak nagyon jó döntéseim, volt kevésbé jó döntéseim, lehetett volna másképp is. Összességében én büszke vagyok arra, amit elértem, és nyilván a válogatottság az, ami úgy gondolom, hogy egy focista vagy akár egy sportoló életében is meghatározó, és ez a csúcsa. Ott gólt szerezni válogatott mezben, de akár a Bajnokok Ligája csoportkörben játszani ilyen neves csapatok ellen, vagy az olasz bajnokságot is kiemelhetem, de nyilván nem lebecsülendőek számomra, és nekem nagyon nagy értékek az a magyar bajnokságot, amikor nyertünk a Debrecennel a kupát. Ezekre mind szívesen emlékszek vissza. Az elkövetkező hetekben keddesténként izgalmas programok várják a Bencsvilla közönségét. Legközelebb Óbel Frank Pál színművész, színházigazgató Radnóti estét láthatja a nagy érdemű, azt követően Márton András színművész, a Pezel Rész Fúvós Kamara Együttes és Csutkai Csaba lesz a villa vendége. Az 50 méteres mellúszásban ezüst, a 100 méteres mellúszásban pedig bronzérmet szerzett Szurovcsák Ivett a debreceni felnőtt országos bajnokságon. A szintén nyíregyházi hatházi Dóra 200 pillangón a 6., 100 pillangón pedig a 8. helyen végzett, a 4x100-as mixváltó pedig a 7. helyen zárta a versenyt. Az elmúlt héten 4 napon keresztül Debrecen adott otthont a 121. felnőtt országos úszóbajnokságnak, mivel az OB egyben világbajnoki válogató is volt, a teljes magyar élmezőny rajtkőre állt. A nyíregyháziak minden szintidővel rendelkező úszójukat nevezték, így összesen 16-an indultak el a versenyen. A legjobban Szurovcsák Ivett szerepelt, aki egy ezüst és egy bronzéremmel tért haza Debrecenből. Urvin Tamás tanítványa az 50 és a 100 méteres mellúszásban is megjavította egyéni csúcsát. Ivett 50 méteren 31 másodperc 71 százados idővel másodikként, 100-on pedig 1 perc 9 másodperc 97 százados idővel harmadikként ért célba. Mindenképpen szerettem volna egy dobogós helyezést elérni, mert már 3 éve vagyok a felnőtt mezőnyben, és eddig mindig sikerült egy érmet hoznom, még tavaly is, amikor
egy tüszős mandulagyulladásból mentem, úgyhogy mindenképpen szerettem volna egy érmet hozni, és kettő lett belőle, úgyhogy nagyon örülök neki. Százon nagyon jól sikerült, délelőtt és délután is a rajtom, viszont 50-en a döntőbe egy kicsit ott elmaradtam, de lehet, hogy csak azért, mert így a többiekhez ugye én azért ugye az átlagosan a mezőnytől egy-két fejjel alacsonyabb vagyok, így ez a vízbeérkezés után azért szokott látszódni. Így én úgy gondolom, hogy a rajton, illetve a fordulón és a beérkezésen kell még csiszolni, és a távközi úszásom az egyre jobb, de ezek is változnak. A két érem mellett még három döntőben szerepeltek nyíregyházi úszók. Gyula Sándor tanítványa Hatházi Dóra 200 pillangón a hatodik, 100 pillangón pedig a nyolcadik helyen végzett. A szurovcsák kivett Hatházi Dóra Trizner Olivér Valent Gergő összeállítású 400-as mixváltó a hetedik helyet szerezte meg. Mindenképpen elégedett vagyok, vannak javítandó dolgok, főleg technikailag, de én azt mondom, ezek az eredmények, ezek előremutatóak, és örülök a döntős helyezéseknek, nagyon örülök a váltó döntős helyezésének, illetve hát ott a hetedik helyet meg tudtuk szerezni, mert én azt mutatom, aki az egyéni eredményeken kívül már váltóba is ilyen eredményt tud elérni, az a csapat erejét is mutatja. Az utánpótláskorú versenyzőink mellett ilyen felnőtt versenyzők állnak példaként, akkor én bízom benne, hogy több gyerek választja ezt továbbra is a első számú sportágának. Én azt hiszem, hogy az idén rendezendő külföldi versenyek, hiszen EOF lesz, ifjúsági Európa-bajnokság, junior VB-t rendezünk Budapesten, illetve emellett a VB Dél-Koreában, illetve még univerziádé is lesz. Én azt mondom, hogy kettő, esetleg három versenyzőnk is valamelyikkel ott lesz. A nyíregyházi úszók közül hat versenyző Gyula Sándor edzővel a hét elején kéthetes olaszországi edzőtáborba utazott a Heraklész program keretében. A későbbiekben pedig a tervek szerint az univerziádét megcélzó Szurovcsák Ivett is beiktat felkészülési programjába egy külföldi edzőtábort. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Felújították a fehérgyarmati kórház és gyógyfürdő nővérszállóját. A fejlesztések a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság által megítélt, több mint 126 millió forintos összegből valósultak meg. A beruházás során többek között nyílászárókat cseréltek és szigetelték is az épületet. Nevelőszülő toborzó rendezvényt tartottak kedden a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán. Az esemény egy országos program részeként valósult meg, amelynek lényege, hogy a nevelőszülők, a gyermekvédelemben dolgozók, valamint az érintett gyermekek is elmondhassák tapasztalataikat. Műhely munka keretében mutatják be Szent László életét és tetteit Mária Pócson egy programsorozat részeként. Utóbbi célja, hogy egy olyan személyt állítsanak a középpontba, aki összeköti a kelet-európai népeket, és akitől tanulnia lehet a ma emberének is. A kétnapos eseményen régészek, művelődés és tudomány szervezők tartanak előadásokat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 3-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a weboldalunkon. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Szerdán éjszaka változóan felhős idő várható, zápor néhol előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 8 Celsius fok között alakul. Csütörtök estig erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor néhol előfordulhat. A déli szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul. A következő egy hét során változékony időre van kilátás, a több-kevesebb napsütés mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, és elszórtan, pénteken, illetve hétfőn pedig több helyen számítani lehet esőre, záporra. Néhol zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken a délkeleti, a jövő héten az északkeleti szelet kísérik sok helyütt erős széllökések. A hőmérséklet lényegesen nem változik.